a főigénk ebben a nyári üdítő sorozatban. Sok mindent szeretnék még elmondani nektek, mondja Jézus, de ez több, mint amennyit ebben a pillanatban föl tudsz fogni. Tudod, van úgy, hogy Isten elrejt dolgokat, és bizonyos érettségi fokon adja át. Mondok valamit. Nem azért rejti el, mert nem tudná átadni, hanem nem kész a Szent Szellem fogadására a szíved. A Szent Szellem mindig kész arra, hogy segítsen. De van olyan korszakod, amikor ellentétesen dolgozol vele. Harmóniába kell kerülni a Szent Szellemmel, mert csak ő van itt nekünk. Mert csak ő van itt nekünk. Azt fogalmaztam meg. A Szent Szellem mindig fölfed valamit. A Szent Szellem mindig fölfed valamit. Valami olyasmit, amit eddig nem láttál. Valami olyasmit, amit eddig nem láttál. László, gyere, segíts nekem. Gyere. Kérd el, légy szíves, a Józsitól a gyönyörű farmer jackét. Először szépen kérd el. Igen. Kérlek, hogy borítsd rá a fejemre ezt a farmer jackét. Gyere, mert a tévében leszel benne. Igen. Előről vagy hátulról? Mindegy, előről. Szóval a szó azt jelenti görögül, hogy felfedés. Lepel, lemegy bizonyos helyzetekről, nézetekről. Kérlek, Laci, itt vagy? Vedd le. Ezt jelenti a görög. Köszönöm szépen. Nagy sztár vagy, látom. Ezt jelenti a leleplezés. A szó szerint levenni a fedelet. Ez az első rangú feladata neki. Ő a kijelentés szelleme. A második, az pedig a zajmentesítés. A zajmentesítés azért fontos, mert a fejedben is zúgnak dolgok, most hagyjuk a katonákat a fejedbe, a fejben is zúgnak dolgok, kívül is zúgnak dolgok, az egyházban is zúgnak dolgok, és a társadalomban is zúgnak dolgok. És ez a sok zúgást, nem veszed észre azt, hogy nincs időd semmire szinte? Nem veszed azt észre, hogy mindent akarsz csinálni, és sokszor semmit nem tudsz megcsinálni? Nem veszed azt észre, hogy már nagyon nehéz egy könyvet is kiolvasnod? Nem veszed azt észre, hogy az idő úgy megy, hogy egy óra, akkor ránézel az órádra, hogy három órakor oda nézel, azt hitted, hogy 5 perc telt el. Úgy halad az idő, és ebben a haladásban sajnos mester az ördög a világnak, hogy zajt készít be, zajot. Karinti lettem. Tehát zajt tesz be. És annyi gondolat van, annyi gondolat cikázik, információs stráda van az elménkben. És a harmadik pedig, ami tehermentesít, először fölfed, hogy a zaj ne legyen erős, a harmadik pedig a manipuláció. Bővebben. Azért nem mondta el nekik azt, amit el akart mondani, mert manipulálva voltak. A társadalom manipulálva van. Te manipulálva vagy, én manipulálva vagyok, és azon dolgozom, hogy mindig kijöjjek ebből a pozícióból, hogy engem valaki manipulál. Kit manipulál? Manipulál a kollégát, manipulál a világ, manipulál a tévé, a média, a pártok, manipulál minden. A világ egy nagy manipulátor. És aztán pedig, hogyha te benne vagy ebben a manipuláció folyóba, akkor pedig érzed azt, hogy te is érzed, hogy a bőröd alá akar csúszni a manipuláció, és azt szeretné, hogyha irányítana téged. De nem lesz meg ez Jézus nevében. De a Szent Szellem pedig nem manipulátor. Ő a való igazság. És fogja, és minden egyes érintkezéskor, érintettségkor leszedi rólad ezt a manipulációt. Ahogyan emberek megfélemlítenek, károsztatnak, bántanak, lenyomnak, letaposnak, elveszik a reménységedet. Ez mind manipuláció. Egy olyan erő, aminek a alaphangja és az alapatmoszférája az a világ korszakban van meg. Ez a világ így van felépülve. A világ nem valóság. Ez a világ, ez nem valóság. Itt mindenki hazudik a világban. Ha nem hazudna, akkor nem működne a világ. Akkor nem működne a világ. Mondok egy történetet. Egyszer egy pap be akarta ismerni a nyája számára, hogy bizonyos dolgokban vétkes. Azt mondta neki a idősebb pap, hogy ne csinálja, mert ők hozzászoktak a hazugsághoz. És ha elmondod az igazságot, nem fognak szeretni. Így szeretnek. Tudják ők a te bűneidet, de így szeretnek. Mert hogyha kimondod a pulpitus az igazságot, a számukra fájdalmas, mert nem szeretik az igazságot hallani az emberek. A Szent Szellem viszont az igazságot hozza. Ez nehéz. Kőkemény igazságot, őszinte igazságot, és ezért van az, hogy nagyon sokszor a zajban mit csináljuk a zajt, hogy ne halljuk őt. Aztán pedig a manipuláció, hogy saját magunkat is manipuláljuk, mert a becsapás, az önbecsapás az manipuláció, az önmegtévesztés.
Azt mondom neked, hogy egy olyan fantasztikus dolog van nála, amit el se hiszünk sokszor, hogy minden olyan dolog, ami előtted áll, abban ő segíteni fog. Minden olyan dolog, amit Isten eltervezett, azt ő tudja. Annyira tudja, hogy Isten mélységeiről is tisztában van. És a jövődet is ismeri. Ő egy ügynök. A jövő ügynöke. Ő egy FBI-os. Ő azért jön, hogy elmondja, mert ő azokat a dolgokat, mert ő tudja, hogy a színfalak mögött mi történik. Ő egy olyan ügynök a mennyből, a Szent Szellem, aki előtted jár. Előtted jár. Előttünk jár. Ő mindig arról fog beszélni, hogy mi a tiéd, mit kell elhinned, és milyen jó jövőt készített számodra Isten. Nem tud pesszimista lenni. Át kell állnod arra, hogyha a Szent Szellem jön, akkor a pesszimizmusodat fogja kezelni. A negativizmusodat. És arról fog beszélni, hogy állj át a félelem oldalról, a szeretet oldalra. Állj át a félelem gondolkozásmódjából, a szeretet gondolkozásmódjába. Átállít. Ott tartok, de nem tudsz bizonyos dolgokat fölfogni addig, amíg nem engeded, hogy a lepel lehújjon, nem engeded, hogy a zaj szűnjön, és nem akarsz kijönni a manipulációból. De amikor az igazságot adó szellem eljön, minden igazság valóságát feltárja bennetek. Hol? Bennetek. Nem a maga nevében fog beszélni, hanem csak azt mondja, amit az atyától hall. Kitől hall? Kitől hall? Halleluja. Amikor a Szent Szellemmel vagy kapcsolatban, az atyával vagy kapcsolatban. Halleluja. Ezt el kell hinned. Na, ezt tudom, hogy ez kicsit magasabb. Még a Szent Szellem vigasztaló, halleluja, déidi, ez még megy. De az, hogy ő arról fog beszélni, hogy mit hallott az atyától. Tehát Szent Szellem atyaságot eredményez a személyiségünkben. Tehát a Szent Szellem atyaságot eredményez a személyiségünkben. Felépíti a fiú karakterét az életedben. Hanem csak azt mondja, amit az atyától hall, és prófitai módon fogja kinyilatkoztatni nektek, hogy mi fog következni. Mi vár ránk, dicsőség az Úrnak. Minél közelebb engeded a Szent Szellemet, annál jobban érzed majd azt, hogy a jövő embere lettél. A kereszténység a jövő emberei. A kereszténység az örök élet emberei. A szellem gondolata micsoda? Mit mond Róma 8.6-ban Pál apostol? Élet és békesség. Amikor a tudásról van szó, az a fejbe van. Amikor a Szent Szellemnek a munkájáról van szó, az pedig élet. Mondom, a tudás az egy információ adag. A szellem, mikor gondolkodik, életet oszt meg. Életet. Élet. Ez oké, ez magas. Még egyszer. Amikor Isten szelleme beszél majd hozzád, ő életet oszt meg. Az örök életből beszél. A menny atmoszférájából beszél. Te információ kötegekkel és halmazokkal dolgozol. Az egész életünk csak a tanulásról szól. Amikor jön a Szent Szellem, ő pedig azt mondja, ne a tanulásban bízz, ne az információban bízz, hanem az életadóban. Ez egy más élettípus, mint a földi élet. Az iskolában megtanítottak, hogyan ne higgy. Én arról beszélek, hogyan higgy. Az iskolában megtanítottak, hogy nincs Isten. Én arról beszélek, hogy nem csak, hogy van Isten, hanem az atyaság jelentkezik az istenségben, és a Szent Szellem el fog téged vinni az atyához. Személyes atyaképed lesz, kialakult kicsoda Isten. Isten legnagyobb karakter az atyaság. Nincs nagyobb karaktere Istennél az atyaságánál. Ez a legnagyobb, ez a fősége neki, az atyasága. Jézus az atyaság alatt van, és a Szent Szellem atyaság alatt van. Tehát ha valaki árva, az azért árva, mert nem engedte magához közel a Szent Szellemet, és ő pedig közel hozta volna az atyaságot. Kettő. A Szent Szellemről beszélek, mondok egy szlogent, vagy egy mottót. Amennyire megengedett, hogy a vigasztalás közel jöjjön, annyira lesz közel a Szent Szellem. Nem tudod szétválasztani a Szent Szellem karakterétől az ő vigasztalását. Nem tudod szétválasztani Istent az ő vigasztalásától. Akkor eddig te megvigasztalva bizonyos dolgokból, manipulálva vagy. Hazugság alatt vagy. Tör ki a csendből. Halleluja. Megdicsőít majd engem a földön, ez is a munkája neki. Megdicsőít majd engem, ez Jézus Krisztusnak a megdicsőítése, nem engem, Jézus Krisztus, mert általam kapja meg azt, ami az enyém, és kinyilatkoztatja nektek minden, ami az atyájé az enyém, ezért mondom, hogy Isteni bátorító átveszi, ami az enyém, és kinyilatkoztatja azt nektek. Látod, kinyilatkoztatja. Minden azt, ami az atyájé.
Egy másik fordítás. Ugyanez. Azért, mert az Istennek az igéje úgy áradhat be a szívedbe, ha többször és többször hallod, mert annyi minden megy át egy hét alatt az életedben, hogy szükséged van megállni. Megállni, megpihenni. És Izrael, mikor a pusztában volt, kapott egy feladatot, hogy 6 napig szedje a mannát. A manna mindig felülről jött. Mindig pontosan, precízen jött. Nem késett. Nem jött előbb. Ahogy Isten mondta, a Szent Szellem hozta a mannát. A Szent Szellem volt közöttük. Zsidó 3-ban azt mondja az ige, ma halljátok Isten szeremének a hangját. Meg ne keményítsétek meg a szíveteket, mint elkeseréskor a pusztában. Tehát miről beszél? Hogy a pusztában ott volt a Szent Szellem. Hozta a mannát. A feladat az volt, hogy higgyék el, hogy jönni fog a manna. A második feladat pedig, hogy vasárnap nem kellett szedni. Vasárnap nem kellett szedni. Dupla mennyiség jött szombaton. És nem rohadt meg a manna. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a Szent Szellem segített abban, hogy megálljon a rohadás, és csoda történjen. Ebben kellett hinniük. Ha ezt kinagyítod ezt a képet, kinagyítod, akkor azt fogod látni, hogy a feladat ennyi volt, hogy higgyük el, hogy Isten fölülről eltart bennünket. Higgyük el, hogy gondoskodik a szombatról, tehát pontosan úgy jön ki, hogy szombatot kellett tartaniuk. Tehát nem vasárnap, hanem szombat. Csak úgy mondtam, hogy így magyarosabb, hogy vasárnap, pihenésnap. Tehát, és szombaton meg kellett nyugodni, és nem szabad volt semmit csinálni. Ez a koncepciója Istennek azért volt, mert még akkor nem volt törvény. És azt mondta nekik, mindenki nyugodjon le. Semmit ne csináljatok, csak higgyetek, és töltsétek azt a napot velem. Annyira nem bírták ezt el, hogy végül már megutálták a mannát, nem akarták ezt a szellemi kijelentést, és nem akartak szombatot tartani. Lajos, mi köze van a szombatnak a vigasztaláshoz? Nem fog Isten szelleme dolgozni veled, ha azt nem mondod, ma szombat van, Szent Szellem és te együtt leszünk, nem fog megrohadni a manna, működni fog az életem, azáltal, hogy veled időzök. Veled időzök. Hitáltal csodákat fogok megélni, és kicsit elérébb viszel engem egy lépéssel, mert beszélsz majd, súgsz, mint FBI ügynök, arról, hogy mi következik a következő hétben. Fölkészítesz igékkel, bátorításokkal, kijelentésekkel. Néha meg fogom hívni a barátomat, hogy ő is beszéljen velem, és ő mit kapott az Úrtól, sőt, ketten fogunk egy akarattal imádkozni, hogy a jövővel kapcsolatban, hogy néhány csoda poty történjen. A Szent Szellem kész arra, ha lenyugszol, és abba hagyod a munkát. A Szent Szellem dolgozik rajtunk, akkor mi abba hagyjuk a munkát. Megengedjük neki, hogy ő dolgozon értünk. A kereszténység arról szól nagyon sokszor, a vallás, hogy mit kell még csinálnom, hogy elfogadjon Isten. Mit kell csinálnom? Én pedig arról beszélek, hogy nyugodjon le mindenki, semmit nem kell csinálni, engedd meg, hogy ő legyen a főnök. Ő legyen a főnök, a Szent Szellem. Különben, ha nem állsz meg, akkor a zaj, a manipuláció és a kijelentés nélküliség elvisz téged az Isten jelenlétéből. Ő vissza akar vinni téged, hogy egy csöndet hozzon létre a fejben. Mert annyi minden gondolat van, és olyan sok hazugság van az életünkben, mi magunk is gyártjuk a hazugságokat. A legtöbb félelem az hazugság. A legtöbb aggodalmat hazugság. Soha nem mondta azt Isten, hogy aggodalmaskodás által megváltoztatod az életedet. Amen. Én azt mondom neked, hogy az, aki nem ül le, és nem kéri azt, hogy Isten, a te jelenléteddel gyere az életembe, segíts, adj kijelentést, az nem fog tudni egyről a kettőre jutni az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben a 2 Korintus 3-ban Pál úgy fogalmaz, hogy ez a szolgálat, ez az Új Szövetség szolgálata, a Szent Szellem szolgálata. Tehát Új Szövetség egyenlő a Szent Szellem szolgálata. Csak az Új Szövetséget éljük, csak, már nincs Ószövetség, de az Új Szövetséget csak a Szent Szellem segítségével tudod élni. Úgy, ahogy az imént felolvastam. Amen. Na most már mehetünk tovább. A legnagyobb problémánk nem abban van, hogy imádkozunk, hanem az, hogy nem tudunk csöndbe lenni. Oké, csak egy ragadok. Gondold azt el, hogy egész nap a feleséged beszélne hozzád. Most gondold azt, hogy a feleséged egész nap a konyhából beszél. Vágj, hagyj már. Ja, képzeld el, mit történt.
Te nézed pont a tévét, olvasod az esti hírlapot. Ja, és képzeld el, hogy a Mari mit csinál, és vágja a hagymát. Egész nap zúg, nézed a tévét, olvasod az újságot. Nem lehet így élni. Muszáj lesz egy olyan pillanat, egy olyan sarokszámodra, ahol begubózzol, ahol csinálsz egy jó teát, kinézel az ablakon, és esik az eső. Nem, itt viccelek. Tehát, hogy egy olyan helyet, egy olyan atmoszférát, amiben te és Isten van. Különben nem éled túl a kereszténységet. Mert az új szövetség arról szól, hogy a szellem szolgál felénk. A szellem szolgál felénk. A szellem szolgál felé. Jézus, tudod, mit mondott a János evangéliumban? Azt mondta, hogy nem tanítja ki a másikot, hogy ismerd meg az Istent, hanem mindenki kicsintől nagyig meg fogja ismerni Istent. Ez a Jeremiás 31-ből lévő profécia. Azt mondta, már akkor kihirdette, hogy nem fogja egymást tanítani a másik az új szövetségben, hanem arról szól az új szövetség, hogy a szellem szolgál nekünk, mi pedig otthon szolgálunk a Szent Szellemnek, együtt ülünk, és a Szent Szellem ott van az otthonunkba. Gyere vissza a Szent Szellemhez. Gyere vissza, kérd a Szent Szellemet, hogy jöjj Szent Szellem az otthonomba. Gyere az éjszakámba, gyere a reggelembe, gyere az autómba, gyere a bibliázásomba. Amikor kinyitod a Bibliát, mondd a Szent Szellem, taníts! Hozz, ahogy a Lajos mondta, a Farmer Jackét vedd le rólam, ahogy a Józsi Farmer Jackét vedd le rólam. Láttass, Uram! Nem a Farmer Jackét akarom Józsinak látni, hanem téged akarnak látni. Kell egy szomjúság, hogy találkozz vele. Kíván vele találkozni a Szent Szellem. A Jézus meghalt azért, hogy lejöjjön a Szent Szellem. Föltámadt, hogy lejöjjön a Szent Szellem. Külön az atyával kikérte, könyörgött nekik. Atyám, kérlek, itt vagyok, föltámadtam, kész, megcsináltam, jöhet a Szent Szellem. Azt mondta, sokkal jobb nekik. Sokkal jobb nekik. Na mi ez a sokkal jobb? Kihozod el, hogy Jézus itt lenne, itt ülne, a Tamás mellett, Józsi előtt lenne, felvenni a farmerét, mert kicsit fázna Jézus, és itt ülne, és mindenki mondaná, hú, az aratásban jár Jézus Krisztus, a Lajos ismeri, biztos közelről. Azt mondaná, hogy Jézus felállna itt, és azt mondja, figyeljetek ide, ha Szent Szellem nincs itt, semmilyen változáson nem fogtok átmenni. Mert ez az új szövetség, az Úr, az Atya nem így tervezte, hanem úgy tervezte, hogy beléd áramoljon az Isten szelleme. Olyan lény vagy, amely egyedülálló a világtörténelemben. Amióta van föld, azóta az új szövetségben jelent csak az meg, hogy az Isten beléd bújt. Nem az ördög, az Isten. Benned van Isten szelleme, templomot épített, azt mondja az ige, benned él az újjászületés által, és ebben a templomban ő él, beköltözött, hozta a bútorait, meg hozta a bőröngyeit, behozta, és azt mondta, én most itt leszek, itt fogok élni veled, benned. Hihetetlennek tűnik, hogy benned él a Szent Szellem. Pont bennem él, számomra hihetetlen. Bennem él a Szent Szellem, és benned is benned van. Dicsőség az Úrnak. Vedd komolyan ezt. Korintusi levélben nem értették ezt. Ez volt a legnagyobb problémájuk, hogy nem hitték el, hogy a drága Szent Szellem lakik bennük. Hogy a drága Szent Szellem belé költözött bűneik ellenére, hogy a Szent Szellem mindig vigasztalja, annak ellenére, hogy orbitális bűnökben éltek, a Szent Szellem nem hagyta el őket, hanem meg akarta győzni őket. Még sok mondani valóm van nektek, ámen, ma igen, de nem tudjátok azt elviselni, vagy magatokra vonatkoztatni, vagy még felfogni. Na ezt hozza ki a Szent Szellem az életedben. Amire képtelen voltál, azt mutatja majd meg. De amikor ő az igazság szellem, az igazságot adó szellem eljön, mi a neve? Az igazság szelleme. Erre nem vagyunk fölkészülve. Elvezet benneteket az egész igazságra. Mert nem a saját üzenetét fogja mondani, a saját hatalmából, hanem azt fogja mondani, amit hall az atyától, azt az üzenetet fogja átadni, amit neki adatott. És bejelenti és hirdeti nektek azokat a dolgokat, amelyek eljövendőek, amelyek a jövőben fognak történni. Ő tisztelni és dicsőíteni fog engem, mert elveszi, elfogadja, igénybe veszi, ami az enyém. És kinyilatkoztatja, kijelenti, kijelenti, kinyilatkoztatja, átadja nektek. Mindaz, ami az atyája, az az enyém. Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy ő, a Szent Szellem elveszi azt, ami az enyém, és kinyilatkoztatja, kijelenti, átadja nektek. Amen. Ezzel zárom. A Szent Szellem átveszi azt, ami az atyája. A Szent Szellem megtanít erre az átvételre. Hogy tudsz átvenni? Ma erről lesz szó. Hogy tudsz átvenni? Mert ha nem vagy érintettségben a mennyből, nem vagy érintettségben az igén keresztül és a Szent Szellemen keresztül, ők harmóniában vannak, az ige, figyelj, és a Szent Szellem harmóniában van. Egyensúlyban van. Neked meg kell tanulni, átvenni a Szent Szellemtől, ő az igét fogja hozni, és megtanít, hogy vegyél át, mert ő maga is egy átvevő. A Szent Szellem egy átvevő. A Szent Szellem egy katalizátor. A Szent Szellem nem független Istentől. Önálló akarattal rendelkezik, önálló érzelmekkel rendelkezik,
Önálló érzelmekkel rendelkezik. Az abcsában, mikor Anánás és Szafira hazudott a gyülekezetbe, akkor azt mondta Péter, figyelj, mit mond az apostol, a Szent Szellemet megbántottátok. A Szent Szellemnek hazudtatok. Nem azt mondta Jézusnak, és az vagy az atyának, a Szent Szellemnek. Ez jött ki a szelleméből, hogy a Szent Szellemnek hazudtok. Hogy miért? Mert mindenki tisztelte a Szent Szellemet. Amikor bementek Isten tiszteletre, mindenki kereste a Szent Szellem jelenlétét. Mindenki nyitott volt a Szent Szellemre, mert a Szent Szellem Úr volt a gyülekezetben, és szabad volt a gyülekezet. Szabad volt. A szabad az azt jelenti, hogy független vagy a világkorszaktól, független vagy mindenfajta vallásos rítustól, és független vagy attól a eszmerendszertől, dogmatikustól, ami benn van az elmébe, ami tiltja, hogy jó dolog történjen veled. Még egyszer, tiltva vagy attól bent, itt a fejedben, hogy jó dolog történjen veled. Mert megtanítottak bennünket az iskolában, hogy bármi megtörténhet. Az, ahogy anyu mondta, vigyázz, fiam, ha nem tanulsz, még kukás ember leszel. Nem azt mondta profitai módon, tanulj, fiam, mert nem leszel tinó. Hanem azt mondta, hogy vigyázz, félelem alapúság, félelem. Én pedig jövök a szeretet alapúságba. A legtöbb az életed legnagyobb problémája az, hogy te jobban hiszel a félelemnek, mint az Istennek, az igéjének. Amen. Amen. Még egy kicsit alapozunk. Visszamegyek az elejére. Van három felsőbbrendű tény. Direkt ezt a szót használtam, hogy kiverjem a biztosítékot. Van három felsőbbrendű tény. Isten szelleme formálta újjá szellemedet, ez a te potenciálod. Tehát, oké, ez valódi teremtés volt. Ahogyan megteremtődött a föld, Ádám és Éva, a cseresznyefa és a bükk és a tölgy, ugyanígy a te szellemed újra lett teremtve. Újra lett formálva a teremtő erő által. Az, ami benned van, a te potenciálod. A legnagyobb erő él benned, a Szent Szellem a szellemedben. A szellemed és a Szent Szellem az harmóniában akar lenni együtt. A szellemedben van a Szent Szellem, vagy azt is mondhatnám, a szellemben van a szellemed, a Szent Szellemben, Szent Lélekben. A feladatod az, hogy egyensúlyt csinálj, kibékülj, kapcsolódj a benned lakozó Szent Szellemmel. Ez egy feladat. Amennyire hatás alatt vagy a világtól, annyira kell egyensúlyozni akkor majd, hogy a Szent Szellemtől is legyél hatással bent. Mert ha a világgal való kapcsolódás kopást hoz. Kopik a szellemed, kopik a lelked, gondolataid. Egyszerűen üresedsz, mert a világban nincs ott Isten szelleme. Pontosabban mindenhol ott van, de ne értsétek félre. De amikor jössz vissza, akkor tudnod kell realizálni, hogy van egy belső embered, az újjászületés által, a szellemedben ott él a Szent Szellem, és kapcsolódni kell, föl kell venni vele a kapcsolatot. Föl kell vele venni a kapcsolatot. Ha nem veszed föl a kapcsolatot vele, akkor egyszerűen izolálódik a személyiséged az Istentől és az igétől. Amikor jön a kapcsolódás, akkor újra képes leszel friss dolgokat megkapni. Mindig szükséged van friss információra. Mert a friss információhoz friss képet, a friss kép eleveníti meg azt, hogy kicsoda Jézus, mit tett a kereszten. Figyelj, lehetséges, hogy tegnap még hittél abban, teljes erővel, és megérintett az, hogy Jézus föltámadta halálból, és lehet, hogy másnap már teljesen halványul. És nem érted, hogy miért halványult? Azért, mert nem vagy önálló lény. Nem benned van az élet, hanem a fiúból árad az élet, aki beléd tette az életet. Nem megvilágosítatott vagy, hanem a világosság állt beléd folyt, és ez a világosságot pedig ébren kell tartani. Mondok még valamit egyébként. Gyere velem a Róma 8-hoz. Róma 8. Azt mondod, hogy miért kell erről beszélni a belső emberről? Mert különben nem lehet szellemi életet élni. Mert így vagy megtervezve. Ez a felsőbbrendű tény, hogy benned az újjászületés által egy Szent Szellem lakik, és a szellemet képes arra, amire te nem vagy képes, ez a te potenciálod. Ha nem engedjük azt, hogy ez a potenciál kijöjjön, akkor mindig emberi érvekkel és emberi gondolatokkal akarsz megoldást találni, és nem hiszel a természet fölöttiben, hogy Isten tud segíteni neked. Amen. Azt mondja a Róma 8:7-től, a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. Hallod? Önmagában a gondolkozásmódunk, ha nem megújult, tiszta, és nem az Isten igének a munkáján keresztül meggyógyult, megújult, akkor ellensége Istennek. Még egyszer mondom, a testnek gondolata halál, a test gondolata ellenségeskedés, előtte volt az, hogy a test gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben,
De ti nem vagytok testben, de ti nem vagytok testben, hanem szellemben. Azt mondja Pál, hogy te egy szellemi lény vagy. Ti szellemben. Ha ugyan az Isten szelleme lakik bennetek. Bennetek lakik Isten szelleme, ha újjászülettél. Akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Itt azt mondja, hogy a Krisztus szelleme benned van. És ha nincs benned Krisztus szelleme, akkor nem vagy az övé, nem birtokol. Mit jelent ez? Mit jelent, hogy Krisztus szelleme valakiben benne van? Azt jelenti, hogy abban a tudatban tudsz élni, hogy nem csak a Szent Szellem van benned, hanem Krisztus szelleme is benned van. A Szent Szellemen keresztül. Az a Krisztus szelleme, igen, aki a Mesiás, aki csodákat tett, annak a szelleme van benned. Ne haragudj, ez alap. Ez alap. Ez alap. Hogy reggel fölkelsz, és azt mondod, köszönöm Uram, hogy Krisztus szelleme bennem van, mert a Szent Szellemben van Krisztus szelleme. Ez egy integrált dolog. Most figyelj. Ha pedig Krisztus ti bennetek van, jó lett, a test halott a bűn miatt, a szellem ellenben élet az igazságért. Úgy lehet átadni, a szellem él az megigazulás által. A szellemed él a megigazulásod által. Ha a test szerint éltek, 13-as verszak, meghaltok, de a test cselekedeteit a Szent Szellemmel megöldöklitek, éltek. Mondok egy nagyon durva mondatot. A Szent Szellem öldöklő szellem. A test cselekedeteit öldökli meg. Hogy ez hogyan történik? Mutatom. Félelmetes a szellemvilág. A szellemvilág nem kiszámítható, hanem csak hit által érthető meg. Akiket Isten szelleme vezérel, 14-es, azok Istennek a fiai. Lassítok. Akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Akiket nem vezérel Isten szelleme, kijelentő mondatban van. Valaki most nem figyelt. Akiket Isten szelleme vezet, azok Istennek a fiai. Aki kormányozva van, az fiú. Ezt fogja neked mondani a Szent Szellem mindig, amikor megjön. Megérkezik? Bedobban? Szia Lajos, itt vagyok. Jöttem, hogy vezessek, mert fiú vagy. Jöttem, hogy vezessek, mert fiú vagy. Ezzel kezdi? Kormányozni jöttem. Gyere ki a kormányról, menj át az anyósülésre. De én nem akarok az anyósülésre ülni. Ez derogál számomra. Hát akkor nem tudok veled mit csinálni. Menj át az anyósülésre. A kormányt engedd meg nekem, én majd kormányozlak. Ez az első programja a Szent Szellemnek. Tehát nem az öncél és az önfejlesztés és a nem tudom miből való helyreállás a célja, hogy kiszolgáljon bennünket, ő nem komornyik. Ő nem az anyád, nem az apád, hanem ő Isten szelleme, tekintélyen rendelkezik, önálló karakterrel. Majd ezt is veszik majd. Tehát itt azt mondja, a szellem jön a szellem, és azt mondja, hogy vezetni jöttem, kormányozni, irányítani, azok Istennek a fiai, akik ezt a programot elveszik. Tehát a fiúság identitásában, ha fölnősz, azt fogod mondani, hogy Szent Szellem, gyere és vezess. Mert te jobban tudod a dolgaimat, és jobban tudod a jövőt, és jobban tudod a menny mélységeit, mint én. Hozz mélységet, mert te kutatod az Isten mélységeit. Mert te kutatod az Isten mélységeit. Nem ismerem magamat, de te ismeredsz engem. Kérlek, kutasd fel a szellememet és a lelkemet, hogy gyógyulja, előrébb jussak, látásokat lássak, és kijelentéseket kapjak, hogy megerősödjek Istennek az országában. Figyelj, amikor a Szent Szellem jön, ez az első pont, hogy a Szent Szellem vezet, mert Isten fia vagy. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét, én nagyon-nagyon szeretem, a Szent Szellem most arról beszél, hogy mit nem kaptál. Nem kaptál szolga szellemet a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptad, aki által kiáltjuk abba atyám. Az azt jelenti, hogy édes apuci görögül. Tehát mit mond itt Istennek az igéje? Lassítok. Azt mondja, azt fogja mondani a következő pillanatban, amikor engeded a vezetést, ne engedd meg a szolgaságot. Ne engedd meg azt, hogy a félelem oldala, a dark side, a sötét oldal irányítson. Engedd meg nekem, hogy a fiúság szellemén keresztül én ebből meggyógyítsalak. És azt fogja mondani a Szent Szellem, kiálts, atya, atya, atya. Ehhez nem érsz el, atyaság nélkül éled a hétköznapi életedet. Oké, még egyszer. Ezt valaki elhiszi köztetek? Emelj fel a kezét, aki elhiszi. Halleluja. A Szent Szellem azt fogja mondani, nem tudsz kijönni a szolgaságból, amíg nem kapsz atyaságot. És azt kell mondani, édesapu, segíts, te mindenek fölött vagy, a te jelenléted, a szellemed nálam minden fölött rendelkezik, a mindentudó, a mindenható szellem van bennem. Nincs erősebb szellem az univerzumban, mint ez a szellem.
ami ki bennem lakik. És az atyaságnál nincs hatalmasabb tekintély, hatalom az egész univerzumban. Jöjj, atyám, és gyógyíts, szabadíts, állíts helyre, adj kijelentés, bátoríts, vigyél tovább, vigyél be az áldásaimba, Isten dicsőségére. Oké, ott tartunk, hogy azt mondja, hogy a szolgasággal bánnod, el kell bánnod, a szolgaság pedig a félelem. A félelem alapú gondolkozásmód. A félelem alapú gondolkozásmód. Tehát a Szent Szellem mit fog csinálni? Azt fogja mondani, Lajos, na most kitakarítom a félelmeidet. Lajos, na most kitakarítom azt a gondolkozásmódot, amiből te állandóan félelem kupacokat hozol létre, és félelem hegyeket építesz föl. Aztán mit mond utána? És a Szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a következő szint. A Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát amikor jön a Szent Szellem, akkor elkezd bizonyságot tenni. Mi ez a bizonyság? Meggyőz téged arról, hogy ki vagy. Meggyőz téged arról, hogy ki vagy. Meggyőz téged arról, hogy ki vagy. Mert nem tudsz szellem által élni, hit által élni, ha nem tudod, hogy ki vagy. A viselkedésed és az, aki vagy, annak harmóniába kell lennie. Az identitásod az, aki vagy. Ha nem élsz abban az identitásban, ami a tiéd, akkor hamis cselekedeteket fogsz létrehozni. Mi, vallásosok, azt próbáltuk, hogy a viselkedést megváltoztatjuk, és aztán majd megváltozik az ember karaktere. De a szellemvilágban nem így történik, hanem ha te elhiszed azt, aki vagy, elhiszed azt, ami a tiéd, elhiszed azt, amit Isten mondott rólad, elhiszed Isten gondolatát, meglátod, és innentől kezdődik a változás. Az Ézsaiás 55-ben azt mondja Ézsaiás, hogy az én gondolatom legyen a ti gondolataitok. Mert Isten gondolata nyitja meg a természet fölötti világot számodra. Ahogyan bejön az Isten gondolata belét, már megnyílt a szellemvilág, ha azt elfogadod, dolgozol érte, hogy benned maradjon és átalakítson, akkor pedig állandó csodában fogsz élni. Még egyszer mondom, ha az Isten gondolata beléd áll, az csak csoda. Leesett? Koppant. Ha Isten szelleme beléd teszi a gondolatát, az élet, természet fölötti élet. Minden egyes gondolata Istennek felőled egy csoda. Kipattan egy gondolat. Csoda. És építi föl az életedet. Lajos, ez ennyire szép, ez túlzás. Testvérem, ilyen az Istenem. Yes! Ilyen az atyám. Yes! Képzeld el, nem tud rólam rosszat gondolni. Yes! Igen! Szeret engem valaki. Nem, te, Isten. De ő legalább szeret engem. Soha nem mond le rólam Szent Szellem. Soha nem mond le rólad a Szent Szellem. Soha nem lesz az, hogy ott hagy. Az, hogy megsértődik. Elegem van, túl sok az a gyerek. A Lajos, hagyjuk. Menj, Gábor, ne, fölösleges, te. Nem. Valahogy nem áll neki jó ez a kereszténység. Nem jön össze neki. Nem, egyszerűen béna. Na, béna. Mondjuk ki, béna. Nem, nincs ilyen. Az Isten soha nem mond le rólad. Soha nem mond le rólad. Fordulj a testvéredhez, és mondd neki, soha nem lesz lemondva a menny, soha nem mond le semmit az életedben, semmiről az életedben. Bogóz ki, halleluja, halleluja. Ebbe belefulladtam, bocsáss meg. Nem mond le rólad ennyi. Halleluja. Jó, azért, mert én vagyok a legkisebb, nem kell kinevetni, tehát, hogy oké. Azért, mert hibázok, nem kell kinevetni, na. Halleluja, legközelebb lehet, hogy nem jövök, megsértődök, halleluja. Szóval ott tartok, hogy a szellemed kicsoda. Mert ha tudod, hogy ki vagy, akkor csodákat fogsz átélni. Ha nem tudod, hogy ki vagy, nem tudsz csodákat átélni. Hol tartok? El vagy hívva arra, hogy a hit szellem által megted azt, amire képességeid nem képesek. A Szent Szellem, amikor azt mondja, hogy itt nézem az igét, mert ez a szellem bizonságot tesz a szellemeddel együtt, hogy Isten gyermeke vagy. Szóval azt fogja mondani, hogy bizonságot teszek, és beléd építem a bensődbe azt, hogy ki vagy. Tehát az első dolga az, amikor a Szent Szellem fog jönni, hogy te Isten gyermeke vagy. Nem fattyú. Nem zabi gyerek. Nem egy véletlen. Egy kis hülye gyerek. Isten szemefénye vagy. A királyok királyának a fia. A hercegek hercegének a fia vagy. Azt fogja mondani, a belső bizonságot akarom megerősíteni benned. És azt fogja mondani folyamatosan. És folyamatosan nyomja. Ha Lajos, nem hiszed el, ki vagy, nem fogsz csodákat látni, hagyd abba az imádkozást. Hétfő, kedd. Lajos, ha nem hagyod abba ezt a őrült, vallásos motyogást, nem fogsz csodákat látni, hidd azt te, hogy ki vagy, és úgy kezdj el velem kommunikálni. Aki vagy. Addig csinálja, amíg ez meg nem történik. Aki vagy, az szerint. Nem vagy bűnös, nem vagy átkozott, nem vagy idióta, nem vagy zabi gyerek, nem vagy egy senki, nem vagy egy külvárosi gettós, hanem Isten gyermeke vagy.
Ez az alapja az egész szellemi életnek, és a kereszténységnek, és a Szent Szellem munkájának. Ha ezt nem fogadod el, semmi nem fog működni. Mondom, semmi. Folyamatosan szárazságban leszel, hívod Isten segítségül, és elmérted, hogy miért nem segít neked, stb. Stb. Nem fogom elmondani ezeket a sok gonoszságot, amit átéltünk az életünkben, hanem arról beszélek, arról a jóról, hogy Isten szelleme, amikor jön, bizonságot tesz a szellemeddel együtt. És miről tesz bizonságot? Hogy Isten gyermeke vagy. Isten gyermeke vagy. A viselkedésed nem attól változik meg, a gondolkozásmódod, hogy te megváltoztatod egy könyv által, vagy a Biblia által, hanem a Szent Szellem belül azt fogja mondani, Isten gyermeke vagy, és innentől kezdve máshogy kezdesz el cselekedni. Nem fogod tudni megváltoztatni a bűnöket emberi erővel, csak azáltal, aki vagy. Ez az identitás, ez az ID, ez óriási erővel jelentkezik majd az életedben, ha elhiszed, amiről beszélek. Mert a Szent Szellem mondja ezt. És amikor a Szent Szellem elkezd dolgozni benned, akkor elkezdesz cselekedni a hit szellemén keresztül, mert a hit szellem is bizonságra épít. A hit szellem is bizonságra épít, ahogyan a Szent Szellem is mindig bizonságra épít. Tehát akkor most szögezzük le, summa-summarum. A Szent Szellem, Isten beléd akarja tenni a bensődbe azt, aki vagy. És azt akarja mondani, hogy képes vagy arra, hogy megváltoztasd az életedet. Ő vele együtt. Amen. Megyünk tovább. Isten szellemének gondolata benned, Isten tökéletes akarata. És Isten gondolata megnyitja a szellemvilágot. Tehát amikor beléd kerül végre Isten gondolata, onnantól kezdve tudsz változni. Ha nincs benned Isten gondolata, miért nincs benned Isten gondolata? Mert a világban állandóan az ember azt érzi, hogy csak elveszi az energiáját. Isten országában pedig visszakapod ezeket a dolgokat, ha imádkozol és bibliázol. Mert a Szent Szellem csak az Isten igével harmonizálva képes dolgozni benned. Amen. Van három felsőbbrendű mód az életedben. A szellemedben a Szent Szellem és az ige együtt ott van benne. Irányít, kormányoz, válaszokat ad, és megoldásokat kezel folyamatosan Isten benned. Mivel ezzel a szellemi identitással rendelkezel, ezért tudsz hitből élni. Tehát én most ma arról beszéltem, hogy szeretném, hogyha visszaállítanád magadat arra, aki vagy. Azzal foglalkoznál, hogy a Szent Szellem mit mond belül, milyen bizonságok szerint élsz. És figyelj, az a jó ember, aki szabad ember. Mert a szabad ember... az mer szívből élni. Oké, még egyszer. Halleluja. Kicsit felvilányozottam saját magamat, de nyugodjatok, mert minden, semmi baj nincs nálam. A lakókat kitettem mostanában, halleluja. Habcsel 13. Halleluja. És mikor őt elveté, Sault, támaszta neki Dávidot királyul, kiről bizonságot is tett, azt mondta Isten. Találtam szívem szerint való férfiút, úgy lehet átadni Héberről, hogy szív emberét, a szív férfiát, Dávidot, a Jessze fiát, aki minden akaratomat véghez viszi. Ennek magvából támasztott Isten ígérete szerint Izraelnek szabadítót, Jézus Krisztust. Mikor ezt a héten olvastam, óriási volt, mert ez nekem friss volt. Ennek magvából támasztott Isten ígérete szerint Izraelnek szabadítót, Jézus Krisztust. Talált egy embert, aki azt mondta, Uram, legyen meg a te akaratod. Ma azt mondanák újszövetségi nyelven, Szent Szellem, legyen meg a te akaratod az életemben. Erre Isten elolvad. Nem tudom, neked van-e kutyád vagy cicád. De amikor egyszerűen egy állat le tud nyűgözni, egy állat, és le tud venni a lábadról. Most gondold azt el, hogy Istennek is van lelke és érzelmei. És végre összeteheti a két kezét, és letérdel, és hálát ad, ő nem szokott hálát adni, de mindegy. Valamit csinál ott fönn, mert még gondolom nevet, vagy nem tudom, mit csinál, vagy megiszik egy pohár vizet, nem, ne idegeskedj, nem volt kellett, akartam mondani pohár vizet, hogy végre a Lajos elhitte, hogy szeretem. Végre a Lajos elhitte ezt az igét, hogyha az én akaratomat megcselekszi, akkor én mindent képes vagyok odaadni neki. Bármit kérhet. Bármit. Ha megérti azt, hogy a szívembereket keresek. Szívembereket. Mit jelent ez a szívember? Mondom a másik oldalt. Ha egy szívemberrel találkozol, és te nem vagy szívember, akkor furcsa lesz a szívember. Mert az atmoszférájában erő van. Az ember személyiségében, a szívben van az erő. Azért van erő benne, mert a Szent Szellem van a szívében, a szellemében, és képes arra olyat mondani, amiben hatalom van és tekintély. Ezek a szívemberek, ezek Isten akaratát keresik mindig, mert megtalálták a szívüket. Nem szívtelenek. És azért nem szívtelenek, mert átadták a szívüket Jézus Krisztusnak, hogy használja őket Isten. Pontosabban a szívüket használja. És ha a szív el van foglalva Isten igéjétől és a Szent Szellemtől, akkor más emberé teszed az életedet. Nem tudsz szeretni csak szívből. Nem tudsz változtatni az életen csak szívből. Bármilyen vállalkozás, hogy te megváltoztasd magadat, nem fog működni. Csak szívből.
Mert a szíved a középpont. Ott van a súlypontod. Az vagy, aki a szívedben vagy. Az vagy, aki a szíved gondolkodik. Amiről a szíved gondolkodik. És most figyelj. Azt mondta, megtaláltam Dávidot, aki a szívembere, mert az én akaratomat viszi véghez. Mit jelent az, hogy szívembere? Azt jelenti, hogy azt mondta, hogy én nem fogok fejből élni, hanem inspiratívan fogok élni. És itt jön a szabadság. A szabad ember azért szabad, mert szívből él, mert szabadságból él. Mert a szíve szabadságából él, és nem az elméje kontrolljából. Mert ahhoz, hogy eljuss odáig, hogy ne kontrolláljon téged a világ, a külső vélemények, az emberek, magad, a családod, mama, nagypapa, bözsi, szomszéd, ez erő kell, bátorság kell, hogy azt mondd, a szívem szerint fogok élni. Amit Isten mond nekem, a szívemben azt szerint fogok élni. Tudod, milyen nehéz ez? Hétről hétre így élni? Hétről hétre beszélgetni az Úrról, amit Isten mondott nekem, és fölvállalni? Igen, Isten mondta. És most itt megállok. Azt hiszed, hogy meg fogsz bolondulni, mert fölvállalod azt a belső hangot, amit Isten mond? Nem, nem. Pont egyre józanabb leszel, és egyre bölcsebb leszel, és egyre boldogabb leszel. Mert a boldogtalanságunk alapja az a rabszolgaság, hogy a félelem szerint vagyunk irányítva, és nem a szabadság szeretetének a vágyában élünk. És a Szent Szellem ezt hozza, ezt a szabadságot, hogy kitörj abból, hogy elme ember vagy, és aggodalom embere vagy, és a félelem típusú sugárúton járjon az egész életed. És mindig azon gondolkoz, hogy hogy kell még valamit megcsinálni, hogy bespájzoljál. Hogyha jönnek az oroszok, és a spájzban lesznek az oroszok, hogy akkor túléld a harmadik világháborút. Hidd el azt, hogy a szellemet, ha fölébred, akkor kész arra, hogy olyan világot építsen föl az életedben, amit el sem mertél képzelni, soha meg ki nem mertél mondani. A szabad emberek azok azért boldogok, mert tudják, hogy ez a boldogság útja. Hogy a szív embere leszel. Hogy amikor olvasod a könyveket, akkor elkezdesz jegyzetelni, mert már gondolkozol, mert többet akarsz kapni, mint a könyv írója. Mondjál egy áment. Hogy amikor a Bibliát olvasol, akkor azt akarod, hogy Isten szívének mi a gondolata arról a történetről, és nem az, hogy te neked mi a gondolatod arról a eseményről. Derek Prince azt mondta egyszer, ha olvasod a Bibliát, úgy olvasd, hogy ő olvasson először téged. Aztán olvasd úgy, hogy te olvasod a Bibliát. Miért fontos ez a gondolat? Azért fontos, mert odáig kell eljutnod arra a szabadságra, hogy ő téged megítéljen. Meggyógyítson, feltárjon. Mert addig, amíg te mindig csak arról beszélsz, hogy mit kaptál Istentől, és nem arról, hogy milyen korrekcióba vagy, addig nem vagy szabad ember, addig gyáva ember vagy. Mert a bátor ember az olyan, hogy elmondja a gyengeségét, és elmondja azt, hogy hogyan gyógyította meg a hit szelleme őt. Abban van az igazi bátorság, hogy azt mondod, igen, ilyen voltam, de, következő mondat, Isten szelleme helyreállított. Amen. Ó, halleluja. Tehát ott vagyunk, hogy a személyiségedben van egy azonosság tudatod, hogy tudod, hogy ki vagy hit által. Van egy olyan tudat, hogy hova tartozol, és van egy olyan tudat, hogy megegyezel azzal, ahonnan jöttél. Még egyszer, lassabban. Azonos vagy azzal, ahonnan jössz. Mert a mennyből születtél újjá, a menny hívott be, az atya szült újjá a szelleme által. Nem ember tényezője által születtél, hanem Isten tényezője által. Tehát van egy azonosságot tudatod, én a mennyei ember vagyok. Na gyere, mondd velem együtt, én. Mennyei ember vagyok. Amen. A következő, hogy tudod, hogy van egy hovatartozásod, van egy mennyed, és ott van egy lakásod. Tehát mondd velem együtt, Uram, hálát adok. A 1+2 fél szobás. Mennyei hajlékomért. Amen. Tehát tudod, hogy neked ott van helyed? Tehát oda van írva. Lalikáé, Lacikáé, Tibikéé, Zsuzsikáé, Katikáé. Ott van. Te oda tartozol. Most gondold azt, hogy egy gyökértelen ember imádkozik. Uram, legyen meg a te akaratod, nem tudom mi. Lehet, hogy tőled van a betegség, lehet, hogy nem. Lehet, hogy így, lehet, hogy úgy. Hát ezt Isten nem fogja meghallgatni, ezt az imát. Ezért építem föl benned azt, hogy a Szent Szellem arról fog bizonyságot tenni, aki vagy. Figyelj, hagyjuk a látomásokat, a proféciákat. Tudod, hogy mekkora biroda van a Szent Szellemnek itt a Földön? Oké, úgy nézel rám, hogy kihozott belőlem. Oké, elmondom, na. Figyelj, először is. A Szent Szellemnek van 9 gyümölcse. Emlékeztek rá? Nem 7, 9. 9 gyümölcs. Ez az ő karaktere, és ez benned él. Ha engeded, fölnő. Kérdeztétek, hogy emberek 30-20 40 év alatt, hogy nem tudnak változni jellemben? Mert nincsenek a Szent Szellemmel kapcsolatban. És az igével. Mert az igét fogja hozni a Szent Szellem. Amen. Mondok még, mi van a szellemben? A Szent Szellemben. Ézsaiás 11, 7 szellem. Mondok még valamit. Korintusban hány ajándék van? 9. Amen. 9. 9 ajándék van Korintusban, 12. 9 ajándék. 9 ajándék. És a 9 ajándék, ez a 9 ajándék benne van a Szent Szellemben és benned.
Tehát van hét. Hét. Hogyan? Kilenc ajándék, kilenc gyümölcs, hét szellem a Izsaiás 11-ből, és a Róma 12-ben pedig hét típusú szolgálatot pluszba kifejt a Szent Szellem. Az is benned van, azok az ajándékoknak a működései, amit akarja az Isten szelleme, úgy fogsz tudni működni ebben. Ez a szellem birodalma. Figyelj, a szélét se érintettük. Nem is hittük el, a szélére ránéztük, hát ez túl sok, ez túl szellemi, spirituális, olyan mágikus, olyan, fú, ködös szellem, többi. Ez pedig a valóság, testvérem. Ez pedig a valóság. Amikor itt kimondod, hogy neked mire nincs szükséged a mennyből, akkor van a baj. Akkor van a baj, mert akkor azt mondja Isten, hát a tiéd, fiam. Hát érted, haltam meg. Amen. Tehát amikor szívből kezdesz el önmagad lenni, akkor érzékelni fogod a Szent Szellem hangját. És amikor nem hallod az Úr hangját, az azért van, mert fejes ember lettél. Agyas ember. Gyere Mefibósethez, jó? 2 Sámuel 9. 2 Sámuel 9. Ez a Mefibóset, ez Jonatánnak volt a fia. Nem tudom, ismeritek ezt a történetet? Álláruja. Háromszor kötött szövetséget Dávid király Jonatánnal. Háromszor kötött szövetséget Dávid király Jonatánnal. Jonatán volt Saul fia, aki király volt. Dávid lett az új király, de Saul üldözte Dávidot. Ez a rövid történet. Ez a Jonatán, ez feladta a barátságot Dáviddal, megalkudott. Volt egy fia, ez pedig Mefibóset volt. És ez a Mefibóset, miután Saul meghalt, egy helyre, Lódábárba került, és ezen a helyen élt. És kérdezzétek el, hogy ez a fiú, aki a királynak a fia volt, ez 5 éves korában megnyomorodott a két lábára. És amikor járt, akkor vagy tartották őt, vagy ő tartotta magát, hogy tudjon állni. És 5 éves korában történt ez a tragédia. 5 éves. Tudod, ma arról fogok most beszélni a Szent Szellemnek a vigasztalása kapcsán, hogy mindegy, hogy hány éves korodban történt a trauma. Ott akkor még ezt a poszttraumás szindrómát nem ismerték, és nem olvastak pszichológusok könyvét. Bagdi Emőkéről se hallottak, de én szeretem Bagdi Emőkét. De ettől függetlenül, hogy én mit szeretek, mit nem, a lényeg az ige, hogy ez az ember egy világ háta mögötti helyen volt, és ő volt Saul király fia, aki volt a trónörökös, és méltó lett volna arra, hogy átvegyen örökséget. És 20-25 éves korában látogatta meg Dávid őt, de nem megyek előre, még egy kicsit Mefibósetről. A neve azt jelenti, hogy a szégyent széthasítja. Gondolkodtam, még nagyon előttem van a történet, nyugodjatok meg, nagyon érdekes lesz, és nagyon sokat fogsz belőle gyógyulni, vagy helyreállni, bátorítani. Akarok téged ma. Mefibóset azt jelenti, hogy szétszakítom a szégyent. De azt is jelenti, hogy szégyen teljes és báványimádás jelent meg az életében, mert a csalódás az báványimádáshoz. Mi, Lajos, még egyszer? Milyen báványimádás? A szégyen és a szégyennek az elfogadása egy idő után az embert báványimádóvá teszi. Jobban szereti a szégyenét, mint Istent egy idő után. Ez alapjáraton van az ember életében. Dédelgeti az ember a szégyenét és a fájdalmait. Ez ilyen a lélek. Jön a Szent Szellem, és ebből meg akar téged gyógyítani. Összenő az ember szíve a szégyennel, és ő lesz a szégyen teljes. De jövök én, és azt mondom, nem vagy szégyen teljes. Akár hány éves korodban történt a probléma, jövök én, és meggyógyítalak. Ó, Lajos, micsoda szavak, de bátor vagy mostanában. Halleluja. Bizony, bizony. És még ez csak a kezdetesi. Tehát ott vagyunk, hogy ott van ez a férfi, és ez a férfiú, és úgy lehet átadni ezt a szót, ezt a kifejezést, hogy Mefibóset, szégyene annak, aki tiszteli őt. Szégyene annak, aki tiszteli őt. Tehát akárhogyan fordítom ezt az igét, ezt a héber szót, hogy mi a neve, Mefibóset, ezt a nevet adta neki az apja. Az apja szelleméből intuitíven adta ezt a nevet. Pedig nem tudta, hogy mi fog vele történni. De felkészülhetett volna az apja rá, de nem volt jó atyaság alatt. Ezért megtörtént a baj, egyedül él egy farmon. És nézzétek el, utána néztem, hogy melyik törzsből, 12 törzse van Izraelnek, melyik törzsből jött? A Gád törzséből, amely jelentése szerencse. Olyan ígéreteket kapott, hogy rátörsz bárhová, bárhol, sarkukba leszel bárkinek,
üldözöd őket. Áldott vagy, táktérre leszel, felkenve, elvíve, oroszlánként nyúlsz el bárhol, mint király, és szétmarcangolsz bárkit, mint egy oroszlán. A másik áldás, kiszemelte magának az első áldást, Gád, vezér, vezér része az övé. Ha harcol, Isten igazsága vele lesz, ha harcol, a törvény ott lesz mellette. Mozgásban lesz, ha mozgásban lesz, Isten is mozgásban lesz ő vele. Ez a Gád törzsének az áldása. Lajos, ezt most már végképp nem értem. Mefibóset a Gád törzséhez tartozott. A Gád törzsét így áldotta meg Izrael. Így áldotta meg Izrael a Gád törzsét, hogy ez lesz az ő áldása. Figyelj! Amikor egy atya megáldja a gyerekét, akkor ráhelyez egy olyan áldást, ami az élete végéig kísérni fogja. Ez az áldás, ez a szelleméből inspiratívan és innovatívan jön ki. Ez történt, hogy a Gádra azt mondták, te vagy az, aki jó szerencsés leszel. Rátörsz bármire, és sikerülni fog. Ez Mefibóset áldása, mert Mefibóset a Gád törzséhez tartozott. Ezt nem tudta felszabadítani, mert nem hitte el, hogy az áldás működik rajta, mert az atyaság el lett vágva, meghalt idejekorán az apja, és egyedül élt, sőt, sajnos a lába meg volt sérülve. Tehát ott van Mefibóset, aki minden nap reggel föl kell, övé a szerencse, és nem tud élni vele. Ott van Mefibóset, aki bármikor harcossá lehetett volna, de nem lesz harcos, mert azt látja, hogy 5 éves korában megállt, és valami történt, valami olyan dolog, amire azt mondta, lehet, hogy Isten átka ez. Én meg jövök, és a te életedben, és megállítom ezt a folyamatot. Nem Isten átka alatt vagy, hanem egy olyan helyzetben voltál, amihez semmilyen szerepe nem volt az atyának, sajnos megtámadtak téged, lehet, hogy nem tudsz járni, lehet, hogy úgy érzed, hogy elmulasztottál dolgokat, lehet, hogy azt mondod, hogy annyi évet pazaroltál el, és még mindig én egy kunyhóba, egy farmon, egy pusztaságban élek. Lehet, hogy azt érzed, hogy már úgysem lesz jó szerencsém. Lehet, hogy tudod, hogy a Gád törzséből vagy te is. És azt mondod, igen, tudom, de Magyarországon élek. Itt valami történhet valami jó Magyarországon? És erre én jövök, és azt mondom, nem. Nem, fi, emlékeztetlek téged, hogy Jézus Krisztus a báránynak, a vérének az örökkévaló szövetségébe vagy benne. És van 2 változtatlan tény, ami által soha nem fog hazudni Isten. Hogy Isten megsokasít téged, és megáldván megállt. Megáldván megállt és megsokasít. Isten esküvel erősítette meg ezt, hogy megáldalak téged. És amikor kimondta rá az ükapja, vagy a Jonatánnak az öröksége, az Izrael, kimondta rájuk az áldás, vagy Mózes, a 12 törzsre, az benne van a szellemvilágban. Jézus Krisztus, mikor föltámadt a halálból, a történelmet írt, nem csak a történelemben az időben, hanem a természet fölötti világban. És az áldás ott van, minden szellemi áldás ott van, föntartva számodra. Mindegy, hogy hol sérültél meg, mindegy, hogy hány éves korodban sérültél meg, mindegy, hogy kimondta rád azt, hogy béna, úgyse fog sikerülni. Már lejárt az idő, idős vagy már nem tudod visszacsinálni az időt. Sajnos elment, körülj abba bele, amiben élsz. Én azt mondom, hazugság, nem igaz. Újraindítom az életedet. Igen, bátor vagyok, halleluja. Hú, kicsit elragadtattam magamat, de visszajövök a valóságba, nyugodjatok meg, én ilyen vagyok. Nemrég valaki hallgatott engem, és mondta, hogy nem lehetne, hogy ilyen higgadtan beszélnék néha. Tudod, az a helyzet, hogy ha a Szent Szellemet érzem, én nem tudok higgadt lenni. Reinhard Bonnkének egyszer mondták teológusok, hogy fejezd be azt, ő kiabál, ő ordított. Afrikába szolgált, rengeteg embert ért meg, 10 000, 100 000, 1 000 000 összüvetelt is tartott. Mondták neki, hogy fejezd be ezt a kiabálást. Németországban nem szeretjük ezt. Mi higgadtak vagyunk, nyugodtak vagyunk, nyugodjál le te is. És elkezdte csinálni, és elment a Szent Szellem. Rájuk csapta az ajtót, és azt mondta, tudjátok, mikor fogok én többet ilyen higgadt halvérűek között prédikálni? Nem! Akkor is, ha Szent Szellem kell nekem, lement rólam a kenet, és újra kezdte. Halleluja, dicsőség az Úrnak, és jelek és csodák voltak. Halleluja. Na menjünk vissza, mindegy lényegtel mit gondolnak, ha meg halvérű lennék, akkor meg az a baj. Olyan halvérű lennék. Na menjünk tovább, halleluja. Annyira kibért. Mi vagy te, angol? Igen, halleluja. Igen. Herendiből iszok csak. Burzsúj neres. Na, visszatérve a valóságba. Tehát, visszatérve. Ez a Mefibóset, tehát én most elkapom. Elkapom most, és elhozom neked, halleluja. Tehát ott tartok, hogy van egy áldás számára. És mindenki lemondott róla, és ő is lemondott magára. Jöjjön a Sámuel, 2 Sámuel 9. Mondta pedig Dávid, maradt-e még valaki Saul házanépe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem az vele Jonatánért. Még egyszer. Mondta pedig Dávid, maradt-e még valaki Saul házanépe közül, hogy kegyelmet cselekedjem ő vele Jonatánért. Mondd velem együtt, maradt-e valaki Saul házanépe közül, hogy kegyelmet cselekedjem ő vele Jonatánért. Amen. Ó, halleluja, halleluja, halleluja. Miért mondja, hogy Jonatánért?
Mert a barátja volt, mert szövetséges társa volt. Tudod, ez olyan történet, hogy ott ül a király. És egyszer csak a Szent Szellem szól hozzá, hogy te király vagy, és atyaságot és kegyelmet kell adnod most. Nehéz helyzetben van valaki. Ismered őt. Amikor szövetséget kötött két ember, akkor ők megvágták magukat. Tudjátok, a hét törzsből tanultuk a történelem órán, hogy kellene az újukat vágták, meg nem tudom, mit tanultuk, milyen hülye kommunista rendszerben. Hogy mit tanultuk. Tehát emlékeztek rá, hogy hívják a botont, meg a vérszövetséget. Hogy hívták? Vérszerződés. Tehát vérszerződést kötöttek. Nem tudom, hogy történt. Lehet, hogy fogta a korsót, ivott egy jó bort, egy jó Cabernet Sauvignont, és ahogy itta, lehetséges, hogy meg volt vágva a kis ujjait fönt. És beleütközött ott valamibe, mert el volt törve a pohár. És kijött a vér. Ott, ahol Jonatánnal vágták meg magukat. De lehet, hogy a kezében így volt levágva. És így, egy bajtási jobbként szövetséget kötöttek egymással, hogy Dáviddal lesz Jonatán. És végig kíséri őt, és ő lesz a fegyverhordozója, és mindenben segíteni fogja, mert ő a fölkent király. Nem tudom. Lehetséges, hogy itt volt megvágva. Nem tudom. Valahol megvágták, mert a szövetség azt jelenti vágás. És akkor, amikor ezt a poharat tegyük föl, megfogta, megvágta, pont ott. Emlékszem, amikor beütötted a bokádot, és pont ott volt az a seb mindig. Nem történtek ennek, hogy mindig ott ütöttem be, ahol pont volt egy seb. És lehet, hogy ő vele is ott történt. Ott történt, és meglátta a vért, és meglátta, hogy abból a sebből, amelyből Jonatánnal kötöttek szövetséget. És amikor ez a szellemi gondolat jött belé, hogy mi van Saul házával, akkor a Saul házanépe az ellensége volt. A Saul házanépe meg akarta őt ölni, de azt mondta a Szent Szellem, hogy kegyelmet kell adnod Jonatánért. Mert te szövetséget kötöttél Jonatánnal, tehát innentől kezdve már nem te diktálsz, hanem a szövetség. Ezzel azt mondta, én odaadok neked mindent, ha a kimondott szavadra emlékszel Jonatán kapcsán. Ha a kimondott szavadra, mert a szövetség azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy szövetségbe lépek valakivel, hogy ő is szövetségbe lép velem. És ha rossz dolog történik vele, én segítek neki. Ha velem történik rossz dolog, akkor segít a másik. Van egy szellemi szabályom. Aki jót tett veled, az soha ne felejtsd el. És aki az utat során veled van, együtt harcol, az soha ne nézd le, hanem értékeld és becsüld. Mert ő a te szövetségesed, nem az ellenséged. Ne csinálj belőle ellenséget soha. Soha ne csinálj belőle ellenséget. Ha valaki téged felkarolt, annak mindig adj köszönetet. Nem kell imádnod, de tiszteld azt, aki jót tett veled. Ne lépd át soha, ne nézd le soha. Még ha olyan helyzet van, akkor sem szabad lenézni. Ha valakik jót tesznek veled, és a jóért rosszat csinálsz, az átkot hoz. Mert szövetséges partner. Testvére, mindegyikünket Jézus vére váltott meg. Ha én rád nézek, én a szövetséget látom. Tudod, kivel van szövetséged? Messiással. Megvágta a vért, és téged is megvágott. Egyé tett téged. Összeforrt a vére a te véreddel. Megtisztította a te véredet az ő vére. Ha én rosszat teszek veled, ő vele lesz bajom. Mert véd téged. Az atya véd téged. A fiú véd, a Szent Szellem véd. Mert szövetség alatt vagy. Örökké való szövetség, azt mondja a zsidó 13. A 12? 12 azt hiszem, örökkévaló szövetség. Örökkévaló szövetség. Örökkévaló szövetség. Örökkévaló szövetség Jézus vére. Örökkévaló szövetség. Örökkévaló. Azt se tudjuk, hogy mi lesz. Tudod, mekkora áldás alatt lesz, amikor fölmész? Tudod, mi lesz fönt? Ott sírunk, és összeesünk. Az összes bűnünket már letettük. Mindenből megtértünk, megbocsátottunk Istentől, ott leszünk, és azt mondjuk, ezt nem hiszem el. Ugyanaz fog történni velünk, mint a 11 apostollal, amikor meglátta Jézus, azt mondták, nevetünk, mosolygunk, de nem hiszük el, hogy te vagy az. Ugyanez fog történni velünk. Tudod, olyan kárpotlás lesz fönt a mennybe, hogy nem tudom, azt én nem tudom. De visszatérve, valami pedig Saul házából egy szolga, akinek neve Siba, ki Dávidhoz szólítottak, és azt mondta a király neki, te vagy Siba? Én vagyok Siba. Akkor mondta a király, maradt-e még valaki Saul házanépe közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát? Halleluja! Tudod, milyen bátorság kell ehhez? Ó, bárcsak mi is ilyenek lennénk. Hogy azt egy reggel fölkelsz, kinek adjak irgalmat? Kinek tegyek jót? Ki az az ember, aki nem tud jót tenni velem, de én tudok vele jót tenni? Azt valaki meghallotta? Tudod, ez a szívembere.
Ez Dávidban a szabad szív. Ő a szív embere. Ilyen szív embere. A szív embere. Ez nem is az Ószövetség, az Új Szövetség. Ez nem... Figyelj, jobban kapcsolatban van egy ige. Most megmutatom az Ószövetségben milyen szentek voltak. Nem is tudom, hova írtam föl. Csak a jobbnak a szabadságát akarom mutatni neked, hogy hogyan beszél Istennel. És ez nem lázadás. Ez nem lázadás. Nem, ez nem lázadás. Az Isten szellemének a munkája benne, és hogy azért jön ez a jobb, hogy megszégyenítsen bennünket, és vallásos rögeszméinket összetörje, mert Isten szereti jobbot. Azt mondja Jobb Istennek. Azért teszem, mert bár megöl engem Isten, várni fogok és bízom benne. Nincs reményem mindazáltal, fönntartom és vitatom az utamat előtte, sőt az ő színe előtt is. Még egyszer felolvasom, mert durva. Azért teszem, mert bár megöl engem, várni fogok és bízom benne. Ez a szabadság, ez, hogy azt mondja, oké, Tóth Lajos, tudom, hogy kész vagy arra, hogy kinyírj a sátánon keresztül, azonban appellálok arra, hogy ha kinyírsz, akkor sem pusztítasz el, tudod, hogy örökké élek, és várni fogok rád a mennybe, és bízom is benned amúgy, még ha megölsz, akkor is hiszek benned, és amúgy nincs reménységem itt, és vitatom amúgy az utat, ahogyan bánsz velem, és még ha a mennybe leszek, ott is majd perelni fogok, és azt fogom mondani, hozzátok ide a bírót, az Istent, a fiút és a Szent Szemet, és kicsit beszélgessünk el. Ez a szabadság. Még egyszer felolvasom. Azért teszem, mert bár megöl engem, várni fogok, és bízom benne. Nincs reményem, mindazáltal fönntartom a vitatom az utamat előtte, sőt, az ő színe előtt is. Egy másik fordítás, ölj hát meg. Úgy sincs semmi reménységem itt a földön. De hogy utam igaz, azt ki fogom mutatni neked. Figyelj, ez Ószövetség. Ez itt van. Te meg itt vagy. Ez Ószövetség, ez itt van. Te meg itt vagy. Ezt tudod, mit jelent? Hogy a kommunikációdban egy óriási változásra van szükség. Ez bizalom. Megölsz, de élni fogok, tudod, jól. Nem tudsz elpusztítani. Újjá szültél. Ja, mi akarok utál rám, atyám? Soha nem fog tudni ez működni, mert Új Szövetségben vagyunk, és mindig szeretni fogsz. Ja, vétkeztem. Tudod, hogy vétkeztem? Megint megcsináltam a hülyeséget, igen. De ugye tudod, hogy meg kell bocsájtanod. Mert én töredemes szívű ember vagyok, és meg fogok térni. Amen. Ó, halleluja. Lukás 15. Hagyd mondjam, ezt még elmondom. Mefibósettel összefügg. Van a tékozló fiú. És van a bátyja. Amikor visszajön a tékozó fiú, elkezdi mondani, hogy nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. Ez az első, nem vagyok méltó. Ezt nagyon szeretjük. Ó, nem vagyok méltó. És ahogyan egy kutya vonyít, vagy egy macska nyávog, vagy levesz a lábad, úgy, még vonyít azt, és nem vagyok méltó. És az apja kin van, várja az apja. A szelleme kivitte az apját, mert tudta, hogy megérezte, hogy jön vissza a fia. Nem vagyok méltó, hogyha a fiadnak mondassak. Kézzel el, itt megállítja az apja, és azt mondta, vágjátok le a túlkot, hozzátok a ruhát és a gyűrűt. És most értettem ezt meg, hogy mondani akart volna még valamit. És amikor kimondta azt, hogy nem vagyok hogy méltó, hogy a fiadnak neveztessek, akkor befogta a száját. Na, itt fejezzük be a beszélgetést. Zenekar? 100 tagú? Mi ez? Csülkös bableves, vagy micsoda? Kondérban, meg a csirke mellett a lacit kezdi el csinálni, és kezdődik a móka. Amikor Isten meghallja azt, hogy nem vagy méltó, hogy Isten fiának neveztessék, akkor befogja a száját. Nem bírja hallani. Mert ez a világ leghatalmasabb hazugsága, hogy te nem vagy Isten fia. Nem bír megtagadni. Összetörne a szíve, nem törik össze soha. Csak emberi módon szólok hozzátok. Dávid meghallotta, hogy van valaki a szellemébe. Az atyasága felszabadult. És el kellett menni hozzá. El kellett menni hozzá. Mert az én fiam meghalt, feltámadt, és megtaláltatott. Tudod, a szabad ember megtaláltatott. Különben nem fog tudni Isten megtalálni, ha nem akar szabad ember lenni. Mert a szabad ember az azért jó ember, mert engedi magát megtaláltatni. Visszament az atya elé. Szégyennel. De azt mondta, hogy megtalált engem az atya ott. Megtalált. Te meg vagy találva. Engedd magad holnap is megtaláltatni. Ez a szellemi embernek az abszolút karaktere, hogy megtaláltatja magát a Szent Szellemmel. Nem elutasítja a Szent Szellemet, hanem megtaláltatja magát a Szent Szellemmel. Engedd meg magadat megtaláltatni. Ahogyan Dávid keresi. Egy keresés van benne. Nem tudja még mi lesz. Felelt Siba, van még Jonatánnak egy fia, aki mind a két lábára sánta. Mondta neki a király. Hol van? Mondta Siba a királynak, ímé.
Ammiel fiának, Mákrénak házában, Ló Debárban. Akkor küldött Dávid király, és elhozta őt Mákrénak, az Ammiel fiának házából, Ló Debárból. Ló Debárnak a jelentése két dolog. Az egyik az, hogy pusztaság, egy olyan kietlen legelő, a másik pedig kommunikáció nélkül. Kommunikáció nélkül, és most jön igazából az érdekesség. Eljut Ló Debárba ez a fiatalem, ez a Mefibóset, és az a neve a helynek, hogy nincs kommunikáció, és az a neve, hogy pusztaság. Tudod, a szellemi életünkben akkor jön létre az igazi meddőség, amikor nem engedjük meg a helyes kommunikációt az életünkbe. És az, hogy Dávid elmegy egy olyan helyre, ahol nincs kommunikáció, ez Isten szellemének az üzenete, hogy olyan helyekre küld téged Isten, ahol a menny nyelvét kell elhoznod. Olyan helyekre küld Isten, ahol te leszel az Istennek a szócsöve. De vidd be először a saját otthonodba azt, amit Isten mond rólad. Mert amit Isten mond rólad, az a tiéd. Ha nem mutatja meg, hogy mi a tiéd, nem tudsz abba járni. De Isten meg akarja mutatni, mi a tiéd, és azt a kötelességet neked elfogadni. Az Efézus 1-ben azt mondja Pál, hogy nyíljanak meg a szemeitek, hogy meglássátok az örökségeteket. Határtalan örökséget, határtalan erőt. Tudod, mit jelent ez? Hogy amennyire engeded, hogy intuitív legyél, és lásd azt, ami a tiéd, annyira tudsz abba járni. Na, lassítok, tudom, ez már magas. Mindent. Pénz, lélekgyógyulása, szellemgyógyulása, csodák, a gyerekednek a jövője, a egyetemi oktatásának a kifizetése, mindent először neked látnod kell. A szellemvilágban, az új szövetségben mindent először látnod kell. Érezned kell, be kell érezned előre ezt, hogy mi jön. Ezt a szellem nyitja meg. Pénzre van szükséged? Látnod kell, hogy lesz pénz, és jön a pénz. Ezt direkt mondom, mert annyira nem lehet ebben az országban pénzről beszélni. Mint hogyha mindenki milliómos vagy milliárdos lenne. A sárga csekkek jönnek, mint a veszedelem. Figyelj, ha nem látod azt, hogy mi a tiéd, és mi lehet, akkor te nem mondasz róla. Amikor te meglátod azt, hogy milyen örökséged van, akkor az először egy belső bizonyságot kell átélnie, hogy tiéd az az örökség. Innen indul ki minden. Ha te nem vagy bizonyos benne, akkor nem hiszed el. Képtelen vagy elhinni, mert csak belülről tudsz hinni. Minden, az anyagi fölemelkedés, a szellemi fölemelkedés, a lelki gyógyulást el kell hinned belül a kezdeti fázisban, hogy ez képesség Istentől, és lehetséges nálad ez a dolog. Ideig kell eljutnod. Ha ezt meglátod, hogy képes rá Isten általad benned, hit által, akkor ez elindul feléd. Az Ábrám áldása kész. Jézus Krisztus a kereszten a megváltása kész. Ennyit kell csinálnod, hogy kell róla emlékedned, hogy a tiéd vagy nem a tiéd. És amire azt mondod, hogy a tiéd, yes, igen, az enyém, yes, akkor az jön. Igen, ez így működik. Isten kommunikatív. És te is kommunikatív vagy. Ha nem mondod ki, nem a tiéd. Ha nem mondod ki, ellopja a madár. Elviszi a héja. Mondok valamit. Elmegy ehhez az emberhez, ez a Mefibósethez, ez aki teljesen össze van omolva, PSTD, hogy van? Poszttraumás szindróma, PTSD, ugye? Poszttraumás szindróma, mi ez? Stressz szindróma. Tehát ott van, igen, ott van Ló Debárban. És mikor megérkezett Dávidhoz Mefibóset, Jonatánnak, a Saul fiának fia, arccal leborult, és tisztességet tett neki, és azt mondta Mefibóset, így mora te szolgád. Ne félj, mondja Dávid, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem, kegyelmet adok neked, Jonatánért, a te atyádért, és visszaadom neked Saulnak, a nagyatyádnak, a nagypapádnak minden majorságát, és neked mindenkor asztalomnál lesz az ételed. Akkor fejet hajtott Mefibóset, és most figyelj, kijött a tudatalattiból, a szív legmélyéből, ahogy a gondolkodik magáról. Micsoda a te szolgád egy halott kutya? Rátekintettél. Hát ki vagyok én? Azt mondja, hogy halott kutya vagyok. Képes beszéd, igazi zsidó. Mit egy kutya halott? Rám tekintesz. Hát ki tekint az utcán egy halott dögre? Mész tovább. Ez az ő személyisége. Ez az ő személyisége. Ez az ő mottója, ez az ő mondája, ez az ő elképzelése, ez az ő önértékelése, ez az ő belső képe magáról. Egy döglött kutya, egy senki, nem senki, egy mélyebb, döglött kutya. A kutya szó az egész Ó és Új Szövetségben negatív. Testvérem, most neked szólok. Nem vagy döglött kutya. Nincsenek döglött ügyeid. Nem vagy egy döglött helyen, mert jöttem én, Dávid, aki kihozlak téged Ló Debárból. Mert hogyha az irgalom elér téged és a kegyelem, fogja azt a helyet, és átnevezi azt a helyet Ló Debárt, melynek?
Jön két asztalos, és azt mondja, hol van Lódába? Aha, hol van a tábla? Aha, a Tóth Lajos küldött, a Dávid fia, hogy szedjétek le a táblát. Miért? Mert innentől kezdve minden majorság a környéken az Mefibósetér. Hát hogy? Mert az irgalom elérte. Mert a kegyelem arra képes, a menny kegyelme, hogy helyekre megy be, átváltoztatja a hely nevét, és onnantól kezdve nem Lódábár lesz, hanem a menny. Dávid majorsága. Ami Saul majorsága. Mondom neked, hogy bárhol vagy, ki fog mozdítani Isten onnan, ha engeded. Bárhogyan jársz. Lehetséges, hogy a lábad így len van. És így jár az utadat. És mindenki látja, az egész ország. Az egész ország látja, hogy neked valami bajod van, de hit által kezdj el járni, mert egyszer csak föl fog kenni téged Isten. Fölállsz, és azt fogja mondani mindenki, hogy ő már nem Mefibóset, hanem ő már a herceg, a király. Hogy a király? Mert ugyanaz a DNS van benne, mint Saulba. Mert övé a DNS, övé az örökség, ugyanúgy te is. Tiéd a Jézus Krisztusnak az öröksége, ugyanaz a DNS van benned. Te nem Lódábáros vagy, te a menny hercege vagy. Te neked nem levágott lábaid vannak, hanem kinövezti Isten, mert méltó vagy rá a Jézus nevében, hogy járj a helyek, ahol nem voltál, hogy nem is mertél gondolni. Nem kutya vagy, Isten fia vagy. Nem kis cica vagy, döglött kis cica, Isten fia vagy, halleluja. Itt mond a Szent Szellem, nem vagy kutya, hanem Isten fia vagyok. Erről beszéltem ma az Új Szövetségen keresztül. Mondok még valamit, lassíts Lajos, lassíts, halleluja, hogy Isten a Dávidokat kent föl, Dávidokat, a Dávid az atyaságot jelképezi, az a személy, aki tudja, hogy mindig meg kell keresni ki Isten fia, én te is olyan vagy, hogy meg kell találnod Isten fiait, ki kell hoznod Lódábárból őket, ott, ahol nincs kommunikáció, ahol megállt az imádkozás, ahol megállt a remény, ahol sötét helyek vannak, ahol mindenki tudja, hogy egy senki hely, egy senki senkije, egy ember, aki 5 éves korában sajnos összetörte magát, nincs reménye, de jön Dávid, és azt kérdezi, a király azt kérdezi, hol van Mefibóset? Hogy hozzátok ide Mefibósetet. És most mondom, figyelj, a kegyelem nem azt csinálja, hogy elmegy oda, hanem azt mondja, gyere a királyhoz. Ő az asztalhoz, és a kegyelem föláll, és azt mondja, mostantól kezdve tanít téged, nem fogsz más eledelt enni, csak királyi csemegét. Csak királyi csemegét. Ez tudod, mit jelent? Arról az asztalról eszünk, ahol Jézus Krisztus eszik. Az Isten igéje megnyílik előtted. És abból fogsz enni, amiből Jézus eszik. Abból fogsz enni, amit az Atya eszik. Abból fogsz enni, amit a Szent Szellem eszik. Na ez a Szent Szellem asztalát jelképezi. Ez a Szent Szellem asztala. Ez a Szent Szellem asztala. A Szent Szellem asztala terülj asztalka. Bármi megtörténhet ott. Egyik kupában csoda van, a másik kupában gyógyulás, a másik kupában anyagi áldás, a harmadik kupában pedig te leszel, aki kupákat gyűjtesz. És sok kupád lesz Isten bizonyságára, hogy te a helyes úton és a helyes asztalról étkezel. Érti valaki ma ezt az üzenetet? Figyelj, azt mondom neked, hogyha te úgy érzed, hogy valamikor régen valószínű megsértettek, és senki sem bízik már bennem. Figyelj, eljön az idő, amikor ezt Isten azt mondja, hogy ezt most radírozzuk. Ezt ki fogod radírozni, mert a kegyelem, ha megérted a kegyelmet, elhiszed a kegyelmet, és megtapasztalod a kegyelmet. Tudod, a Szent Szellem megtapasztalást akar hozni. És a Szent Szellem úgy építkezik, hogy megtapasztalásról megtapasztalásra. Ha nincs megtapasztalás, akkor nincs új információ a mennyből. Ha nincs új információ a mennyből, akkor beragadsz egy helyre, legyen az Lódábár, ahol nincs kommunikáció. Azok az emberek, akik Lódábárban vannak, azok már nem kommunikálnak. Nehezen kommunikálnak, nehezen tudnak helyesen kommunikálni önmagukról. Azok az emberek nem látnak már reményt, ezért nem tudnak reményteljes beszédet mondani. Nem látnak hitet, ezért nem tudnak hitből beszélni. De jövök én, és újra tanítom a nyelvedet. Ha te vagy most Mefibóset, akkor azt mondom neked, fejezd be ezt a beszédet, meg ne halljam a királyi palotámban, hogy te így beszélsz magadról, hogy te kutya vagy. Te Saulnak az unokája vagy. Innentől kezdve király vagy, és a király helyén kell neked étkezned. Tudod, ezt elhinni, ez egy pillanat műve.